Kedves táncosok, kedves vendégek, akik esetleg csak nézelődni jöttek, egy kis figyelmet kérek szépen, köszönöm. Ha táncolsz, élsz, ha élsz, táncolsz. Kedves táncosok, szeretettel köszöntök minden örök ifjú táncolót a Noémi Micsoda Élménytánc Egyesület nevében. Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok meghívásunkat. Mi, akik ma itt összejöttünk, igazán tudjuk a fenti idézet igazát. Aki belekóstolt a szenior örömtáncba, élménytáncba, az egy életre szóló elköteleződést vállalt. A mai rendezvényünket immár második alkalommal rendezzük meg, és nagy örömünkre szolgál, hogy a szenior örömtánc találkozónkra a város vezetéséből dr. Horváth József alpolgármester úr is elfogadta meghívásunkat. Felkérem dr. Horváth Józsefet, alpolgármester urat, Ajka város önkormányzatának nevében köszöntse az élménytánc találkozó résztvevőit. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves megjelentek, kedves táncosok! A város önkormányzata nevében nagyon sok szeretettel köszöntöm önöket, és nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek, ez a második találkozó, ahol elhangzott, és az ország különböző részeiről jöttek. Azt kérem, hogy nézzék meg szép zöld városunkat, ha lesz egy kis idejük, hiszen talán kevesen tudják, hogy Ajka Magyarországon a 10 legzöldebb városba beletartozik. Ha megnézik a Városligetet, a parkerdőt, vagy bent sétálnak, akkor látják, hogy mennyi zöld van. És hildíjas városunkban vannak kövek is, mert ugye követ is kell lerakni a házak, de azok is színesek. Úgyhogy nézzenek körül, és ha jól tudom, 16 órakor itt lesz a Thomas kisvonat, menjenek körbe a városba. A Városligetben jelenleg is van egy program, ahol vegyenek részt, kellemes programok lesznek, kellemes műsorok lesznek. És azért ez a mai találkozó kapcsolódik a idősek világnapjához is, mert tudjuk, hogy ez a szenior élménytánc olyan 50 év fölöttieknek ajánlják, az idősek világnapja pedig október 1-én lesz. Ugye a világnap arról szól, hogy fölhívják a társadalmak figyelmét az idős korosztályra, és azért ha valaki idős, persze az az egyik, hogy hogyan élünk, mennyiből élünk, mennyi a nyugdíjunk, arra Magyarországon nem nagyon lehetünk büszkék, de a legfontosabb az, hogy egészségesek legyünk. És ez a tánc arról szól, hogy egészségesek legyenek. És azért 50 év fölött ajánlják, de fiatalabbak is részt vehetnek, hiszen egyszerűbb egy kicsit, mint a rock and roll, a hip-hop vagy a néptánc. Ugye itt nem kell társ, kisebbek a mozgások, nincsenek ugrások, nincsenek húzódások, és ez egy nagyon kellemes, egészséges mozgásforma. Javítja a koncentrációt, a testtartást, a kondíciót, az önbizalmat, és nagyon sokan egyedül vannak, azért akinek jó a kondíciója és van önbizalma, könnyebben talál párt is. Úgyhogy ez mindenképpen egy egészséges, jó dolog. És van utánpótlása is Ajkán ennek a csapatnak. Ajkán van 20 nyugdíjas klub, 700-on vannak benn, úgyhogy jó néhányon, persze látom, hogy ott táncolnak keményen is, de ez a mozgásforma, amik önök itt csinálnak, tényleg öröm és élmény, öröm önöknek, akik csinálják, élmény, akik nézzük. Úgyhogy mi nagyon örülünk, hogy itt vannak a városunkban, és ez a mozgás, amit maguk csinálnak, én azt gondolom, hogy az egészség fontos szempontjából nagyon fontos, a saját egészségük szempontjából, és a tudomány azt mondja, hogy a demencia és az Alzheimer kor megelőzésére is szolgál. Tehát legyenek egészségesek, érezzék jól ma magukat a városunkban, örüljenek neki, pedig mi meddig nézzük az élményt. Köszönöm a figyelmüket! Köszönjük szépen a polgármester úr kedves köszöntő szavait, és akkor most én is szeretném köszönteni a résztvevőket. Elsőként köszöntjük a legmesszebbről érkezetteket, ők Debrecenből érkeztek Virágos Márta vezetésével. Meghívásunkat elfogadták Kukorellini német Noémi csoportjai, akik Győrből, Ménfőcsanakról, Felpécről, Tétről, Pápáról, Eneséről és Konyról érkeztek.
Szeretettel köszöntjük Tótné Járfás Györgyi csapatát, akik Zalalövőről, Zalacsébről és Andráshidáról érkeztek. Remélem, jól mondtam. Meghívásunkat ismét elfogadták a szombathelyi és gyöngyösújfalui táncosok, vezetőjük Kerdyikné Léránt Erika vezetésével. És természetesen szeretettel köszöntöm a Veszprém megyei csoportok tagjait. Iván Anita táncosait, akik Ajkáról érkeztek. Valamint Pékné Nyírő Anita táncosait, akik szintén Ajkán ropják ezt a, ahogy alpolgármester úr mondta, klassz táncot. És végül, de nem utolsó sorban, a Noé Micsoda Élménytánc Egyesület tagjait is szeretném köszönteni, akik Veszprémből, Halimbáról és Ajkáról érkeztek. És szeretném bemutatni oktatótársaimat, akiket megkérek, hogy szíveskedjenek fölfáradni a színpadra. Virágos Mártát, Kukorelli Német Noémit, és Rendek Zsuzsannát. Én pedig jó magam Nagy Noémi vagyok. És amint látjátok, úgy tudtok, mi fogjuk a táncokat bemutatni. Így látjátok, hogy fehér nadrágban és fehér pólóban vagyunk, és zöld sálban, így tudtok megkülönböztetni bennünket. És az a kérésem, hogy bármi kérdésetek, észrevételetek van, nyugodtan őket is keressétek. Valamint az a kérésem, hogy amint elhangzott, sok helyről jöttünk, mi egy csapat vagyunk, egy baráti csapat, de azért különböző tempóban, vagy különböző felfogásban, néha más szóhasználattal tanítjuk a táncokat. Legyetek szívesek megértőek lenni felénk, jó? Ha éppen nem úgy mondjuk, ahogy ti tanultátok. És akkor... Köszönjük. És akkor néhány technikai információ. Jó, itt illem helyet, ha itt fölmentek balra a lépcsőn, ott találtok egy illem helyet, az 200 forint, illetve a Nagy László Művelődési Központban tudtok még elmenni mosdóba, viszont az a kérésem, hogy ami itt a legközelebbi, ahol az az autó áll, ott ne menjetek be, mert az aulában rendezvény van, a távolabbi bejáratot használjátok. Köszönöm szépen. Mint ahogy már alpolgármester úr mondta, a közös tánc után, ami körülbelül 4 óráig fog tartani, a kis vonat itt mögöttetek, előttünk ott fogjátok látni, ott vár majd bennünket, és egy titkos jótevőnk jóvoltából, ez mindenki számára ingyenes. És úgyhogy egy tapsot az ő nevében, köszönünk szépen. Jó, úgyhogy az a kérésem, hogy majd ott tudjátok, és vegyétek igénybe, nézzétek meg, mert tényleg nagyon szép a városunk. És akkor kezdődjön a tánc, mert a tánc a legmagasztosabb, a legmegindítóbb és legszebb a művészetek között, mert nem puszta lefordítása és absztraktálása az életnek, hanem az élet maga. Kezdjünk élni! Just
következő számnak a címe. Az időjárásról még direkt nem beszéltem, jó? Nem kísértem a sorsot, de a következő számnak a címe Beautiful Sunday, ami ugye azt jelenti, hogy csodálatos vasárnap. Igaz, hogy nem vasárnap van ma, de szerintem a szombat is csodálatos, úgyhogy ezzel a számmal fogjuk folytatni. Jó, kezdjük úgy, hogy mint az előbb, hogy jobbra egyet, balra egyet, és lép, zár, lép, zár. Ugyanezt vissza. Balra egyet, jobbra egyet, lép, zár, lép, zár. Nagyon jó, és most négy lépéssel tulajdonképpen megfordulunk, balra fordulunk, hogy egy, mutatom, kettő, három, négy, de ezt próbáljatok egy hintázó mozdulatot beletenni, hogy hinta, kettő, három, négy. És a jobb lábad kell, hogy szabad maradjon, bal lábadra érkezel, velem háttal fogtok állni, de még fordulj ide, jó, és akkor utána mondom, utána, ha majd megfordultunk felett, akkor a jobb lábad szabad, csinálsz egy boxing steppet, boxing step, és mint az előbb, megyünk előre, hogy egy, kettő, három, rúg, vissza, kettő, három, tip, jó, és háttal fog, ugyanezt, és majd a második sornál pedig fordulunk vissza kiinduló helyzetbe. Jó? Próbáljuk meg. Három és jobbra, balra, lépzár, lépzár, balra, jobbra, lépzár, jön a fordulás. Hinta, kettő, három, boxing step, elő, hátul, és előre, kettő, három, rúg, vissza, kettő, maradsz így, és előről megpróbáljuk ugyanezt. Jó? Ugyanez. Három, lehet, hogy most Noémi, hogyha oda megy, igen, meg a Márti megy, jó, előre is ott is látni fogjátok. Jó, ugyanezt még egyszer. Jó, mindig ezt ismételjük. Három és jobbra, balra, lépzár, lépzár, balra, jobbra, balra, kettő, lépzár, és megfordulunk, hogy hinta, jobbszíszer, elől, hátul, egy, két, három, vissza, kettő, három, tip. Mehet, vagy még egyszer táncoljuk el? Mehet, jó, mehet, beautiful Sunday. Thank you.
Ágos Márti jön, aki ismeri Evening Star. Mikrofon jó? Mikrofon. Az enyémet legyen lesz a pont, hogy legyen szíves. Sziasztok! Elnézést kérek a hangomért. Leginkább ágyba kellene feküdnöm, de annyira szeretett táncolni, hogy muszáj volt eljönnöm. Az Evening Star ugye az egy nagyon szép, lassabb tánc. Két részből fog állni. Az egyik az viszonylag egy sima, mert indulunk egy jobb oldalra, egy jobb hátsó kereszttel, utána vissza, és utána van két rendel, amit egy picit másképp csinálunk, jó? Tehát kilép, mögé, kilép, pöt, vissza, mögé, vissza, pöt. A pendelt csináljuk úgy, hogy nem zárjuk le, egy picit a sarkunkat megemeljük, mind a kettőt így, jó? És utána két lépéssel fordulunk jobbra egy negyedet. Ezt csináljuk minden irányba, csináljuk meg még egyszer, jó? Akkor szép a mozgás, hogyha ezt a pendelt úgy csináljuk, hogy felülről ereszkedünk le, jó? Tehát nem egy ilyen hintával, meg sima térnyújtással, hanem egy picit így, akkor az nagyon szép lesz. Na, akkor kilép mögé, kilép tippet, mondok én is, mert Noémi azt mondta, kilép mögé, kilép tipp, pendel, pendel, fordul. Ez lesz az üteme. Ezt mind a négy irányba megcsináljuk, tehát négyszer egymás után. Utána jön a B része, ami mambó lépés, de nem zárjuk tehát. Elől mambó, oldalt mambó, hátul mambó, zár, ballal ugyanez. Elől mambó, oldalt mambó, hátul mambó, zár. Utána négy váltó lépéssel csinálunk egy szép szólókör. Tehát váltó lép, váltó lép, váltó lép, váltó lép. Na csináljunk meg együtt, jó? Csak egy oldalra fordulunk, jó, hogy azzal ne töltsük sokáig az időt. Tehát kilép mögé, kilép tip, kilép mögé, kilép tip, pendel, pendel, fordul. Ez lesz az üteme végig. A mambó részét nézzük meg, tehát elől, oldalt, hátul, zár. Elől, oldalt, hátul, zár. Váltó, egy, második, harmadik, negyedik, jó? És most jön a utolsó része. Három gyors lépést csinálunk előre, negyedikre felhúzzuk a bal térdet, tehát egy, kettő, három felhúz a tér, és négy lassú lépéssel megyünk vissza. Lassú, 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 lassú. Csak a mambót a váltóval, és ezt az utolsó részt csináljuk meg, tehát elől, oldalt, hátul, zár. Elől, oldal, hátul, zár, fordulok, második, harmadik, negyedik, előre, kettő, három, húz, vissza, szépen, lassan, és jobb lábbal csak tipp, mert indul újra a kereszt. A mambót, azt kétszer fogjuk csinálni. Tehát a keresztlépés ugye az egy teljes fordulat, és utána a mambó a két váltó, a négy váltóval fordulás, azt kétszer csináljuk, és utána jön a előre három lépés fölhúz, és onnan kezdődik előről. Jó? Próbáljuk meg zenére, nem gyors a zene, jó? És szerintem menni fog. Ki az, aki ismeri egyébként? Helyes, hát akkor meg amúgy is. Na. Az egyetlen izé ugye az, hogy azt szoktuk eltéveszteni, hogy a zenét ugye akkor indulunk, amikor azt mondja, hogy if you ever go to Western, tehát erre kell indulnunk, amit én is néha el szoktam téveszteni, ez az igazság. Na, akkor hajrá előre! Pendel, pendel, ford. You'll be living on a
ügyesek voltatok. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, nagyon jó volt. És akkor ismét megkérem a nézelődőket, hogy nyugodtan be lehet állni, jó? Bátran. És akkor most Noémi jön. Na, nekem a gyorsabb részét hagyták, nem tudom miért. A mambo lépéseket már ismeritek, jó? Kilépsz a jobb lábaddal előre, picit ráhelyezed a súlyt, tehát ráhelyezed és vissza. A ballal ugyanezt csinálod, csak hátrafele, tehát hátra, hinta, vissza. Ugyanezt megcsinálod jobbra, kilépsz jobbra, vissza, és kilépsz balra, vissza. Csinálsz egy boxot, jobbra előre, indul és oldalt mellé jobb elő, bal oldalt mellé, bal hátul. A jobb lábaddal csinálsz hátrafele egy hintát, hátra hintázol, ráhelyezed a súlyt és vissza a bal lábadra, és ugyanezt megcsinálod a bal lábaddal is úgy, hátra hintázol, hogy egy negyedet fordulsz balra, tehát bal hátra és vissza. Fordulj vissza kérlek táncirányba. Nézzük meg még egyszer előről. Jobb elől bambóval indulsz. Indul és jobb elől és vissza. Bal hátul és jobb oldal és vissza. Bal oldal és box. Oldalt mellé elő, oldalt mellé hátra hinta, jobb hátra és bal fordul. És innét indulsz előről. Még egyszer nézzük meg ebbe az irányba is, jó? Indul és jobb elől és vissza, bal hátul és jobb oldal és vissza, bal oldal és box. Oldalt mellé elől, oldalt mellé hátra hinta, jobb hátra és bal fordul. Ha jól csináltad, nekem háttal vagy. De szeretnélek benneteket látni, úgyhogy forduljatok vissza. Jó? És akkor menjünk zenére, mert én úgy néztem, de csak így oldalról, hogy mindenkinek ment.